minden pártjában van egy kis csoport, melynek tagjai boldogságban, békességben élnek. Aggodalommal gondoskodnak arról, hogy a migránsok nehogy valamilyen októl áttörjék a kaput. Ezek a derék fiatal emberek arról is gondoskodtak, hogy egy-kettő felépítsék azt a gyönyörű kerítést, ami 2 méter hosszú is lehet. De, mit csinálunk? A kerítés, csak bejöttünk melegedni, bekerítjük a falut. Mert jönnek a migránsok, és elmond köztük dzsihadista. Dzsihadista? Ha meg mi? A dzsihadisták olyat csinálnak belőle, aminek ők maguk. Ők nem esznek röfögös, hanem disznóhús. Nem esznek disznóhús? Akkor a szomszéd Gabika is zsadista? Nem, a Gabika vegetáriánus. A dzsihadisták olyat csinálnak belőle, aminek ők maguk. Hát az elég nehéz lesz nekik, mert én nagyon szeretem olbászt. 50 fiatal férfi illegálisan átlépte a román-szerb határt. Angela Merkel, német kancellár felszólította a kelet-európai kormányfőket, hogy fogadják be a bevándorlókat. Ezek az emberek illegális bevándorlók. Angela Merkel felkérte Helmut, hogy milyen igazságtalanság történik evel, hogy az jönnek a migránsok, és megölik a disznóinkat. Hogy az emberek kaput építenek, kerítést, hogy a migránsok ne bírjanak átjönni. Hermel ezért nagyon mérges lenne? Ennek a Merkelnek az volt az álma, hogy multikultú legyen Népország. Istenem, de megvalósul neki. Nekem nem valósul meg az álmom, hogy az asszony elhagyja. Az enyém emigrált a múlt héten. Azt mondta, Pálinka, szerelem vagy ő? És te? Pálinka, szerelem, légy az enyém. Előnő! Hé, jönnek a migránsok! Férfi van a háznál? 20 év után újra férfi van a háznál? Cunci, te befogadtál egy migráns? A kancellár asszony is azt mondta, hogy potenciális munkaerő. Olyan potenciálisnak tűnt. Na de mi is dolgos emberek vagyunk. És fes férfiak. Csak a kabátom néz ki úgy, mint a trópusi madárkolónia alá lesz volna vitteni. Nagyon szép ember. A tulahim az az úrú Eolnak hívják. Fekete göndör haja van, és van bajusza, de csak épp akkora, amekkora kell. Gondoltam, megéhezett az úton, hát odaaprítottam neki egy fél kiló szalagbőrt. Forgaszalonnát, és megsütöttem kolbásztal. Nagyon finom lett, meg is kínáltam vele. Erre úgy nézett rám, mint az összevont mongol hadezred, egy személyben megtestesülve. Kiszaladt az udvarra, a szomszéd kék pitbullja csak úgy curikolt hátra felé. És akkor mit nevet? Megette a mosogató rongyot. Lakott vele? Látjátok, nem szereti a szalonnát, biztos nem teszel a kultúránkat. Cunci, csak te lehetsz ilyen naiv, hogy azt hiszed, ez dolgozni jött ide? De még van ilyen, aki azt hiszi, Németországban van. Cunci, hívd ide, hozd a verspiska jányát, és azok a fábrásekkel az araboknál. Biztosan van a
biztos megmosta a fejét, és letelítette egy tőbözővel. Kérdezz meg tőle, hogy utazott? Háború! Hála az égnek, hogy ennyire megy.